És mi nem csináltál még ágyat, Dávid, szard? Hát mert nincsen klotto. Ó, faszom. De már azért napelemen, meg minden faszom van, de még ágyad nincs. Semmi baj. Hát igen, az kellett volna. Hát muszáj el is fannod, de most mit csinálsz? Ez van. Ő biciklizés közben halt meg, érted? Nem tudom hogyan. Hogyan csinálta ezt, de meghalt biciklizésben. Hallod, itt írja. Én még ilyet nem basztam. Itt írja killed by, és ott van a bicikli. Bicicle? Meghalt biciklizésben. Lefotózza, van úgy meg. Én elhiszem. Elhiszem, de ilyet nem basztam. Ott írja, megölt a bicikliben. Na jó, most én itt elrakodok a ládákba rendesen. Simán tekerek haza, szerintse csak rogy meg. Ó, várjál, megnézem, van-e víz fent, kíváncsi vagyok. Nem kötöttem be ezt a lábát. Előre érzem, hogy a pálya túl feléledni, bazd. Na, abban biztos lehetsz. Egészen 155 mm-nyi víz jött létre. Nem akarok újra életni. Szedjetek fel. Hát de hogy a faszóba szedjelek pedig? Nem tudom. Sehogy sem tudunk főszedni. Hol haltál meg? Meg kilútolok. De hogy kilúgtolják? Nem, melyek a vasaimért? Ó, bazd meg a világító torony. Ó, világító torony! Úristen, oh. 1800-as. Úristen. Isten, basznál meg, hát innen mire odafutok, he? Azt találom, milyen komfort van, geci. Nagyon komfort? Gyere már be hozzá. Van kúsod is. Van kúsod, hol van? Hát, ott rakva a másik zsebembe vagy. Hello, szevasztok! Azt a kurva nagy kemencékért, hogy hát itt... Hol a szőnyegem? Valaki égett nekem szőnyeget, most jöttem rá. Gul kérdezte, hogy kell nekem szőnyeg, nem? Nekem is volt, de mind a kettőt elhajintottam, pedig medvebőr szőnyegem is volt. Ó, pedig azok jók, azt ki lehet rakni a falra, én szeretem. Szeretem. Azok itt olyan sötét van, itt előjön a bumbus valahonnan, bazd meg. De az direkt olyan sötét, az a sötét lyuk, hogy arra nem menjen senki. Ja. De itt Vegas, itt olyan atomkomfortok vannak. Kell vas? Van rám 1800. Ez az. Nem. Ha majd égetek magamnak, így gyártok egy 50 darab ilyen szemet izékéne. Mi is erre? Berzin. Habár várjál, de kiégetem most. Hát az is van ott égetőve, gondolom. Kiszedted összeset, Dávid, hogy van ott? Nem, hát mindjárt rakok be. Azt kiszedtem, hát én magamnak leégettem. Yeah. Hát én fenti részleg, az nincs, az még ilyen búgó részleg. Ez még ilyen búgó. Ide lent van a összkomfortos családi helység. Az még igen. Ott égtál az izém. Ja, itt még azért hiányozna a dolgok. Hát ugye, lassan, de biztosan én először családi hangulatot teremtettem a kandallóba, ropogott igen, tűz. Azt nem lehet izére. Hát azt tehát felfejleszteni fára. Hogy a faszod? Arra... Hát de lehet, csak nálam nincs fa. Csak izé, nem lehet. Mondom, hogy lehet. Nem lehet fa. Próbáltam fára felfejleszteni, na, nem fa. Engedt. Nincsen, mert innál kevés elfogyok. Akkor valószínűleg azért remeget. Hát itt van a kemencébe, bazd meg. Valaki nem jönne, majd, nem jönne majd ki elején valaki, hogy ne fagyjak meg pucin. Tessék. Megengedte? Pedig én próbáltam, azt nem engedtem úgy. És volt nálam fa, még akkor próbáltam. Akkor ezt a kettőt is fejlesz már fel. Vagy hármat. Van fád? Vagy kivegye minden? Vegyél még egy kicsit onnan meg. Linkin Park! Várj, nem vettem ki a fát. Ja. Ba-d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 a-
Melyikbe lehet kiégetni a kis olajfinomító? Ja, ebbe is kell fa? Hát, hát, hogy a faszom van neki. Van még annyi fa. Be is indítottam. Uda mocskos sötét van. Hova megyünk eléd, Dávid? Hogy mondtál? Hát a fagyinál, ahol már hó van, mert oda fogok fagyni pucin. És mi a faszomban menjek eléd, Dávid? Hát... Ott van a zsákomba a ruha. Ja, hogy a ruháddal? Már épél van, úgyhogy én lassan elindulnék amúgy. Várjál már még egy 5 percet. Jó. Azt utána indulodom. Beraktam a benzinemet a izébe. Jó, szedek egy kis fát. Én is kirakodok mindent. Aztán eltűnnek itt a dolgoknak. Utána hazaszadok, kiteszek én is minden cuccot, hogy tudjak szedni. Bezártad nálam az ajtót, hogy nyitva hagytad hat szellőzve? Nem, őszintén szóval nem emlékszek rá. Nem tudom most. Nem tudom most, hogy mi történt. Akkor az nyitva van, mint a kurvák picsája. Pedig amúgy mindig beszoktam csukni meg a után ajtót. Úgyhogy fasz tudja. I become somebody I can be your day. Jó, ezeket magunkkal visszük. A autó alkatrészeket hozz magaddal, oké? Okay? Várjál tényleg még, majd gyere manát hozzám, mert még talán nekem is van amúgy. Én rájöttek kéne benzin autóba, hogyha találunk. Most égetem a izét, a benzint. De kell 50 a kemencémhez. Van nálam 50 ilyen izé, nyers olaj amúgy. Ha akkor úgy van. Akkor azt hozzad el. Aztán gyorsan tök többbe az izébe a finomítóba. Kemény 6 forintom van, nagyon gazdag vagyok. I come somebody I can be you day. Találtam egy izét, egy kocsit. Csak hát rotty. Hát igen, ezért kellene bele a cuccok. Mi kell, hallod, nyissad már meg. Rávicod. Kettő darab gyertya. Park gyertya. Kettő darab borlasztó. Egy darab karburátor. Egy darab milyen faszom ez a hát a motorba igazából az erő átvitelő karcsa, nem tudom hogy van ilyen. Tengely. Igen, meg dugattyúból kettő. Annyi. Ha, és itt vagyok a hófonte részeken. Oké. Mindenem megvan szerintem, amit akartam. Én kész vagyok, Szögi. Miki, mit mondtam? Mit vigyek? Már is mehetünk, azt mondja, hogy... Ezt a lófasz kell neked, nem? Oké. I can't somehow I can feel today. Ajaj, baj van. Zsebedbe szar van? Kocskos jövő van. Ez be a finomítóval izét a... Már ők is finomítva. Kupát. Meg nézzük meg, hogy nekem milyen autóalkatrész van, mert nekem is van valami amúgy. Bezártad az ajtót. Nagyon jó vagyok. Nincs semmi lámpánk. De már 3-4-5 van, úgyhogy mindjárt nappalodik. Dávid, hol haltál meg pontosan az? Hát a házam előtt van egy ilyen kis kavicsos rész, azt ott. Házad előtt, de már nagyon a házad előtt? Nem, amikor nálad lefele kell jönni a hegyről. Ja, te biciklivel lementél a hegyről? Hát... Úgyhogy itt, nem, aha! Nem ott mentem, hanem ahol simán le lehet gurulni. Az a baj, hogy sötét meg nem találok amúgy. Mindjárt hozom a rúgót, egy pillanatot kivárok.
csak értitek. Előbb húgyozni nem mentem ki 6 órát keresztül, úgyhogy most a rumot is elég nehéz behoznom. Amúgy ott van? Ott van az asztalon, azt hiszem. Hol lakik a szogi? Itt lakik. Hello, hello. Van az alkat részem. Én most elindulok. A nagy ládából vegy ki. Van benne az alkat rész, azt hiszem. Dika neki 500 forintja van, Dik. Az anyámat. Tiszta gazdag ez a férfi. De milyen 500 forint? Azt hiszem, melyiket mondjátok itt pénznek. Hát ez a scrap. Jaj, az a fém töredék, az a rozsdás. Az az. Az, az kurva sok, a fém hulladék. Jaj, értem. Az. Az nagyon sokat ér. Nekem abból van 6. Na jó, mondották, akkor fogadjunk a piszkosú kötőd valamire. Hát azzal tudom kifejleszteni, ugye, hogyha megveszed a workbench-et. Igen? Van workbench 1, 2, 3, és akkor ott fejleszted ki, hogy miket tud csinálni majd, igen. Ja, de értem, és akkor ez a fém töredék, az éje? A fém így van. Szóval, ha elmennénk kaszinóba, mert az is van amúgy, akkor például ezzel fizetni a kaszinóba, hogyha blackjack ezzel, vagy póker ezzel, vagy valami. Egy pillanat, csinálok még egy izét. Egy... Gemencét. Milyen kis asztalkádra most nézem. Van rajta lámpa. Igen, látom. Látom! Odafigyelek a részletekre. Ez a rengeteg faszén mire lesz jó? Faszén? Lő. Igen. Lőport. Hát a lő, hogy lőport. Persze. Jaj, vágom. Már is indultunk. Még ezt beteszem ide a égetek vacsak. Ezt a feketét, ezt a sziklában található magas minőségű fémért, ezt ja, de ezt is kell. A magas minőségű fém, ugye a házadat föl tudod fejleszteni kő, először fáról kőre, kőről vasra, és vasból magas minőségű vasra. Szóval az a legerősebb ház konkrétan. És ugye abból is nagyon sokat kéne szerezni, hogyha ekkora házat fent akarnál tartani annyiból. Nagyon gyorsan kellene jönni amúgy, mert mindjárt meghalok. Megint? Hát meghagyok, basszeg jeges medve. De azt az kell nekem jeges medve, bazd meg! Nincs nálam fegyver. Hol vagy? De ne fussál fel, Édik. Gyere szokj, menjünk. Segítség. Hát, menjünk. Üdös kúve életbe. A Foxrot 1-2 csapat útnak indult. Nem sok időtök van, mert megfagyok. Hát valószínű, megfogsz. De ruhát nem viszünk. Az hossza. De adok tököt, vagy nem tudom. Lehet szavazni a szerverre, cserében naponta kaptok vért. LP pontot és scrapet, mert minden ötöknek értékesen jutalma. Miért? Azzal mit csinálunk? Azzal tudsz venni dolgokat. És hol lehet szavazni? Vagy hogyan van ez a szavazás? Várj meg vazelin. Gyere már vazelinbe, bekerjlek! Dávid látott egy jeges medélyt, ezt kell baszni. Kérlek szépen T28, T27 környéke. Én látom, hogy te hol vagy. Látok a tépjében. De én elszaladtam a rá. Ja, hogy elszaladta? Ha nincs nálam semmi pucéron vagyok, meg jól nem fogom a jeges medvét követni. Hú, hát rosszadtunk volna neki, bazd meg, mindenféle ruhám van amúgy. Bazdmeg, mennyi érc van itt, azt a hű, te mező. Hol vagy? Nem azt mondta? Ja, nem azt mondta. Timus. Hú, te hoztál magaddal ennivalót? Aha. Én azt nem hoztam. Úgy csináltam, mint a kicsit. Itt akkor azért lakolgatok ezt azt. Ahó, van nálam kard. Az igen, az jó, az egy sújtás szét tud baszni itt a hardókat amúgy. Tudod, linkeltet, persze. Ó, bazd meg, nem fogtok ide érni, meg én meghalok, oda lesz az összes cuccom. A büdös kurva életbe. Pepperep.
Bár szerintem nem fog eltűnni. De én nem hoztam ruhát neked. Én sem amúgy. Maximum életet tudok beléd nyomni. Tudod mit? Gyorsan ütök fát, azt rakok le tábort. Jó, én megnyitottam itt oldalt magamnak. Az nem rossz ötlet, tűz. Pá. Itt is kurva sok érc van balra. Igen. Jó, ahogy jeges macit látsz, hogy gyűkolni. Most be kell venni a műzébe. A zöld részben. Most haza nem jövünk egy ideig. Ami nem lesz maxos, nekem két hátizsákom is van. De hogy tudsz kettőt csinálni? Hát nem csináltam, találtam egy ilyen nagyot. De azt viszed magaddal? Persze, az egy plusz ilyen izé. 28 tárhely van itt. Pa-pa-pa-ra-pa-ta, csibiri-pipo. Jó lett volna egy bicikli. Hát ha lenne a út szélén egy autó, akkor könnyebb dolgunk lenne. Lény bicikli, mod, mod. De szerintem nincs annyi szocunk amúgy, hogy egy autót fel tudjunk javítani. Szerintem megvan. Nálom ott van Dávid, megint. Átlag, bazd meg. Már bevillant az őt, megy. Találtam megint autóalkat részeket. Az nem baj, hozd összeset. Én találtam összetákolt polcot. Miért nem tudom lerakni ezt a rákot? Na végre. Szevasz a Dávid, szevasz. Amúgy nem lakunk majdnem messze. Nem értünk sokat. Ha jó. Au. Azok ilyen szőrös aluk addig. Az anyámat. Van ruhám amúgy, hogyha kell. De azt hol nem hogy jutok haza? Egyenesen a útot. Kész. Hát az oké, okay, egyenes az út, enni adjatok. Nincsen izét? Itt a izém. Autó alkatrész. Nincsen most ruhát, Szogi? Nincs. Otthon hagytam én is. Ja. De van mindenféle ruhám amúgy. Mennyi életed van, Dávid? Az a baj, hogy... 14 HP-d nincsen? Hát kaja is kell. Kaja az 65, HP 14. Na kaja, azzal hazaérsz. Itt van élete, szúrd be magadba. Szevasz Ferix-e! A szúrd be magadban, és aztán majd gyere. De reállj bele a tűzbe, Rick, hát... Ezt vedd fel, most találtam. Szevasz Dávid, szó. Van ruha nálam, hogyha kell, vedd ki a dobozomból. Nem tudsz bemenni. Hallod, hol láttad a medvét? Itt van, adanom a én kulcsomat akkor meg. De nem kell, nem kell, mert, de nem kell hullámon, ott van a... Ja, ott van. Aztán a gyerek van. T27, T28. Ha látod, most mennek a streamek. Én reggelig itt vagyok. Mennyi T? 28? Hát okay. T28, de T27 fele ment, szóval. A Ferix-e. Jó, felemegyünk amúgy. Jó, hát amúgy meg csak... Oda a gömbhöz nem menjünk oda, mi ott... Oda nem, oda most, igen. Jó, nekünk itt most az első feladatunk, hogy haza most elmegyünk a zöld részre, televesszük magunkat mindenféle kajával, meg minden, amit most ide elhozunk télire magunknak. Megölünk 180 millió állatot, és csinálunk magunknak egy autót. Persze, amúgy ruhában lehet, hogy nincsen messze. Neked van ágyad, Szogi? Nekem hogy nem volt? Na, azért. Ez egy asztal volt. Klotom amúgy azóta sincs. Ezek autóalkat... Na, azt akartam mondani. Amik el ezekben a kis gecikben vannak, ez mind autóalkatrész. Itt van-e? Nézd. Állj, valami olyat is dobtam ki, ami nem az volt amúgy. Mi volt az? Nem tudom. Felszükült jöjt, ez olyan gyorsan, hogy esélyem sem volt. Megesik egy ilyesmi. Indik. Várj. Erre gyerek. A lőszert hoztál magaddal bőven? 50-et a szöv. De nem, 100-et, 100 lőszere van. Vigyázzatok, mert megy az úton egy ilyen izé petrol, vagy milyen faszom az úttal ér. Hol a beló van? Húzzunk le az útról, mert jön a konvoj. Milyen konvoj ez? Easy? Hát ami szétlőtt engem. Old konvoj. Ott jó, a jeges medve, ott a jeges medve! Hol? Balódott fent a hegyen. Hol?
ott is, kell ott van, T-27 ott ment. Jó, várj, menjünk fő, mert izé, megbasz a konvoj. Nagy erővel, csak mondom. Megyünk már. Addig, hát te életben nem vettem volna észre, faszát vedd be. Kéci vedd be. Te belém lőtt, és szok... Én nem tudok belém lőtt. Nem tudsz. Mindjárt a tank szétbasz. Ó, futik. Mindent beszíttál be belőle? Na persze, hogy. Ja, persze, hogy. Na mindjárt csinálunk magunknak bundás, hogy gyerec. Rakunk le tüzet, most izé, főzünk addig. Most annyira éhes nem vagyok. Nem mint a való életbe. De babaszták egy pizzát most. Várj, mert itt el kell rakodnom, bassz meg. Az van még egy éjes medve, az az enyém. Van még egy medve? Igen. Az igen. Ez faszom. Nagyon jó. A hús az ilyen. A húsról. Na fúdom. Elfut, bassz meg! Jössz, hogy elfut, hát lőd már le. Hát lőttem, bassz meg a... Halőd már! Te elfutod, bazd meg! De basszál, ha hova mentél? Erre hol vagy? Beszarok, és komolyan elfutott a jeges medve? Mind a szar. Merre? Szerinted amerre keresem? Ott van-e. Hol? Ez bevágod. Nem. Az nem az. De az. Belelőttem egy 30-at én is. Akkor te tőlem is ugyanúgy játszok. Nem, az én jeges medvém itt van. Kettő is van. Hát akkor bába az meg itt habzsi dőzsi, mert... Na most hova ment ez a geci? Göci. Na, ott is van egy maci. Bázz meg itt a sok maci ezen a részen. Ez lehet, hogy a 100 lőszer nem is lesz elég, vagy. Ne lőd, medve hús! Dávid szok, fölöltöztél? Most értem vissza. Bazd meg, magas minőségű metál kell az izéhez, kábelhez, a kurva anyját. Igen. Hol vagy, mert amúgy úgy elvesztettük egymást a hegyet. De most minek akarsz kábelt? Hát gyere velünk. Gyere velünk, ifjú vándor. Bára. A visszisztító telepre nem nagy, ott is egy helyes ez a bazdmeg. Hú, most én most bezabál. Azt én is látom. Annak a fele az enyém. Dik, üssed be! Dik, félre üd. A kúra. Az igen, ez testvéri és el lett osztva. Lesz zsír itt. A zsíros kenyeret hagyd már a fűkenni, bazz. Igen, hát na nekem olyan kalapácsom nincsen. Ott megy előttünk a konvoj amúgy. Az jó, menjenek csak. Tank az elején.
Egyenek csak, ugye autó kell nekünk elsősorban. Kurva jó lenne találni egy olyan dolgot, amivel otthon meg tudom javítani autót. Mert biztos, hogy nem fogunk találni. Szóval ki kell majd fejleszteni. Autójavítás, így van. Válasz autójavítást, Ferikse? Ferike. Jó, tudtad magad? Persze, hogy. Az 50 életem volt. De miért? Hát megmart ez a csöves. Hm? Banditon tud... Igen? Mennyibe kerül? 180 millió biztos. Egy kocsi. Milyen kocsi? Nem olyan kocsi kell. Ami füstöl. Ez most mondom. Itt egy kocsi. Ja? Mindjárt tudjuk. A medvebőr szőnyeg. Még már nekem is volt amúgy. Annyi medvebőr szőnyeg lesz, mint a kurva élet amúgy. Itt egy kocsi, hol a kocsi? És ez ilyen rakodós kocsi, bazd meg. Na mindegy. Hű, ennek lófasz életed. Ez ilyen motor van ebbe. Ez lehet. Van ilyen? Van ennyi cuccom? Megnézem. Van. Hozik. Kell bele benzin, azt ez megy. Mhm. Ja, hogy te már? Oké. Okay. Rád várok. Ja, érted, nyomod. Ne, világít a tengi. Hát, persze, hogy világít, hát van, csak hát szétom. De amúgy lehet, hogy hazak ki, nem tudom. Ez nem lesz jó nekünk ez az autó, mert nem ilyen kell nekünk. Olyan, amivel legalább hárman beleférünk. Azt én tudnám alakítani, hogyha lenne ilyen autószerelő modulunk, csak ahhoz ugye ezt még fejleszgetni kell meg minden. De minden, menjünk akkor, ezt majd maximum ott hagyjuk valahol. PC-n keresztül tudjuk tapétázni a házat. Ez hogy? Jó, állj! Állj. Vannak itt ilyen... És kézzük még! Faszom. Hozzad a szekeret. További. Hoha! Hol vagy te csöves? A szab. Nem látom, hogy meg benne van a bokorban el. Kurva anyád. Rállak, hogy még értelmes sem volt nála szép, mint a popámat. Már ki is mentek a izéből, hogy itt így. Te autó alkotni. De vajon még mindig nincsen ágyam, bazd meg, hát... Már hallod, annyi zsír meg szövet van nálam. Meg szoginál is, úgyhogy... Itt meg esik eső, pici. Hallod, ott esik a eső, Dávid? Nem. De havazik. Jó, abból lehet lesz víz. Abból lehet lesz víz. Ha oda, ezért... Meglássuk. Bárabárabárabár. 150 scrap. Az igen. Csinálunk itt egy kerültet, meg is lesz 150 scrapünk sima liba. Már most van nálam 56. Kéne venni egy autómodult. Megint találtam, hogy hívják ott. Autóalkatrészt. Az jó. Megyünk. Mit csinálsz? Takarom a szarjaimat. Ja. De ne hagyj itt, vaze. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Adjál. Amúgy, hogyha nem fér el cucca, ide be tudjuk rakni autóba, hátra. Igen. Akár mennyi, persze. Pörsze.
hulladék. Itt is van egy autó. Nézzük, ez milyen. Aha, itt már négyen elférünk. Igaz, hogy rakodni nem tudunk bele, de ezt majd én tudom, de itt legalább a Dávidot fő tudjuk venni akkor. Ha, akkor rakodjunk át ebbe. Jaj, bocsánat. Mi a fasz? Meglöktem. Az igen. Nem gondoltam, hogy ennyire el fog gurulni. Tényleg itt de lögdös már autót, bazd meg! Hozd inkább a benzint a másikból, meg a motrot, meg minden ilyen lófaszt. Pedig most akartam befagolni. És akkor visszamegyünk Dávidért, akkor meg berakodunk. Legalább most már lesz a hat ló. Igaz, hogy lófasz, ez egy-kettő szétlövik. Ja, hogy te neked már van is volt, és annyit tudsz ott megint, hogy ezt meg tudsz szerelni? Yes. A másik jobb motori legalább úgy. Igen. Na. Zárj. Gondolom mind alacsony cuccunk van, mi? Igen. Alacsony. Igen, de kidobálom, tessék itt. Te vagy a fő motorszerelője. Tessék, és itt a benzin is. Ezt rak be hátra. Ide az éve. Tartályzba. Szogi. Ide rak be. Kidobtam a benzint. Kidobtad? Ki, ha felvetted. Nem. De meg kivettem. És hol van? Biztos, hogy kidobtam száz. Ott van a kocsi alatt, bazdmeg. Az igen, nézd meg, a kocsi alá dobja, aztán azt mondja, hogy fölvettem. Megom. Nem tudtam elni. Ülj már be, bazdmeg. Dávid, megyünk már! A legjobb autót megtaláltuk amúgy. Közben én is majdnem odaértem már. Ebbe akkor mindig tovább legalább. Hallod, vezessél, Szogi már! Én addig meg... Rumér. De most ez komoly. Jaj, ne! Állj meg! Füstölik az orrán, száján. Az nem baj, hogy direkt jelenleg látjuk, hogy működik. Mert lökjed löfel azt a tandát. Nem lehet elrakni a zsebembe? Hát szerintem nem. Ez nem olyan, az baj. Aj, de sajnálom azt a kis kempát, de azért megölt, kurva anyját. Mondjuk amúgy annyiból jó lett volna hazamenni, hogy lenne egy izé... gyágyam. Ne bőgesd annyira. Kiugrottam, nem zavar? De miért? Mert nem jó gombot nyomtam meg. Mindegy, bungatom a motort. Állj! Gyorsan hazamunk. Most vink haza? Hát azt mondta a Davidson, hogy ugorjunk haza, mert nincs ágya, azt mondja, hogy kinyírják, akkor neki kampri. Ezt a kocsit ne vigyük. Ebből minden motorokat is kiszedtünk, de el lehet vinni amúgy, mert van még ennyi szokszunk. Hát, hogyha nektek kell autó, akkor nekem mindegy. Ja, hagyjuk. Mert én elzárom a sajátomat a garázsba, akkor hozzatok egyet. De megadod a kódját, az ilyen egyszerű. Ja. A biciklemet is feláldoztam, hogy ide érjek. Most itt kell hagynom az útszélén a kempát, nézd meg. Szegény bicikli. Itt marad az esőbe. Az igen, bazd meg, mert se meghúzott, de hallod, ragadok bár föl 4-es pedig. 4-es csapassad be nekik. Azt mondja, rendesen meghúzott. Azok ezt, hogyha rendesen föl lesz tuningul, mert úgy fog menni ez a gép, hogy betart. Itt csak figyeljétek, a gépfegyvert vegyétek elő, mert az útra csak kitálni a gép amúgy.
Nem és volt senki. Szét is rúlik a autót egy-kettő, úgyhogy... Én most karikáztam el itt, és nem volt senki. Egészség? Nem, egyszer megöltük, de úgy az ott spawnolni. Á, nem hiszem, hogy ide jönnek annyit alatt. De vigyel, kifogyik a benya amúgy. Mert? Hát, hogy az a kijelző, az semmi volt. Az se, hát az első percet a nem, nem, az a kijelző, az valid, teljes mértékben. Az az evetű? Aha, igen. Mindjárt leáll. De az az első pillanattól evetű jutott. Igen? Hát akkor lehet mondjuk, hogyha a motorüldjeg nincs összerakva, akkor lehet rosszat mutat. De amúgy a benzinmutató az jól szokat mutat. A helikopterbe jó mutatott, amikor röpítem. Neked milyen hangtompító van a fegyvered eddig? Hát van. Azért. Az igen, van nekem. Szogitárőre nézzél légy szíves? Mert az mindjárt nekem mondjuk valami pár... ...szabtásákat. X-el tudod változtatni a helyed amúgy. Ja. Azért mondom, az előbb én nem ott fűtés. Azt ahogy püstül opadsz meg. De legalább megy. Ha igen. Itt van a sok érce. Így azért könnyebb járkálni. De amúgy lehet elhozhattuk volna a másik autót, na mindegy, megközöm. Mennyi azért lúgatott a fejünk, bazd meg. De amúgy az egész játék egy lúg. Az igen, gyerünk, húzzasat, nyomjad! De főre vásárolj egyedikbe, bazd meg, az bűgöd, érted? Az a gyáva. Ez amúgy azért... De hát ez automata. Itt az elektronikával lesz a baj. Nem, itt mindennel baj van. Itt mindennel baj van. Hogy ez mind alacsony szar. Úgyhogy itt mindennel probléma van. Azaz pörögessen, pörögessen. Vagy adom neki. Az igen, rendesen azt a kurva, hát mindjárt főroparodik. Ha úgy füstül a autó. Menj már 10 kilovat. Kilovat. Mi? 70 kilovat, baszki. Senki nem mondta, hogy ez egy erőgép. Még mindig nem vagyunk otthon, bazdok, autó vagyunk, hát ennyi gyalogult. Mi az, hogy erőgép, az meg erősebb, mint az én autó, hát. Hát azért érted, ez nem viccelnek itt a rúzba. Megint pörgetem a motrot. Pörgess, pörgess. Már addig megnézem, hol van a bandit kamp. Ja, ez lesz az, nem? Hát ekkor bizé. 51 kW-os a kocsi. Nem az a bandit kamp, amúgy ki van írva. Igen? Ki volt írva, hogy izé bázis. Tolvajok bázisa. Banditát, vagy bűnöző, vagy valami ilyesmi. Megtaláltam valamit. Kőbányai. Fönt van valahol, én eljöttem mellettem. Ezért hogy csinálok? Ágyat. De esküszön nem látom a bandita tábort. Nem az nem. Volt, amit néztem? Azért pedig én megtaláltam ma. Ez a előörs. Rettom, give, rakétasiló. Nyersanyag raktár, ez egy katonai bázis. Ott van, nekem ki van írva a bandita tábor. Hol? Hát nem az, amit megtaláltál, az előörs, nagy istáló és még jobbra. Ott van bandita tábor. Jaaa! Ez meg kibassza a szemem. Aha! Akkor csináljak ágyat, akkor ágyat. Szogja, ad neked cuccot addig. Bazd meg itt kurva! Aha, 75 forint... Ó, bazd meg a nagy malmok itt vannak. Ki kell, mit szeretnél? Az anyámot. Mi kell ahhoz? 150 forintért, ez kell nekünk. Ez a moduláris autóemelő. És... Vannak közepes minőségű, hallott, szedjétek be ezt az összes pénzt. Ide megyünk. Megyünk bevásárolni. Mindjárt össze, de én nekem van pénzem. Na, akkor gyerünk neki. Sánkit faszalatot. Hol a Getty-be van ma, várja. Sleeping bag az 30 klot. Igen, igen, megtaláltuk. Tibus, köszi, köszi. Megyünk, megyünk shoppóni most. Miért nem megyünk, megyünk a tecskóba. Nem üzé. Azért nem adja ki. Így, ezért általánosban már nincsen annyi cuccolod. De itt van-e. Hát csinálják egyet? Csinálják de hol van-e? Már csinálom neki. Ne csinálj. Hát már rányomt addig. Hát nem lehet. Itt van. Nem, sem csinál. De már... 30 szövet. Bazd meg. De itt van, de itt van-e. Tessék.
Most egy... Ott te medve, bazd meg! Hú-hú! Hát, ha jöttem a hús! A szád medve! Jó, azt most meg kell darálni. Várj, okosan, nehogy nehogy elmeneküljön a kis fasz, mert először, hogy oda megyünk, akkor elkezd támadni, érted? Na gyere akkor, gyere nekem, köcsög! Egyszer kell meglőni, gyere. Egyszer meglőmed, akkor neked fut. Hát ne menj olyan közel! Azaz! Nagyon szép. Na jó, azt egyed, ez most a tiéd. Hát de hogy? Hát fogj egy izét, ilyen lófaszt. Az anyámod, Dávid. Tegyed ki, ezt add vissza. A kirándulásra föl kell készülni, bazd meg. Nem mondtátok, hogy ilyet hoztok el. Bam 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 chibiribirim bim bam bam chibiribirim bim bam bam. Várjál már, ennek már meg van cloth, várjál. Ezé, hum vagy. Mi? Akkor ezé ad ide azt az ágyat, azt odaadom a cloth. Hum vagy, jó. Chibiribirim bim bam bam. Chibiribirim bim bam bam. Sám bám bám bere bim bim bám. Kiszedted egész izet? Mocikát. Jó, kaját hozzatok. Most megyek megsütöm ezt a izét. Neked van izéd, nem Dávid? Mondtad, hogy van ez a grillező gecid. Milyen grillező? Hát azt mondtad, vettél grillezőt, nem? Vagy nem vettél? Nem csináltam meg végül a grillt. Ja. Na mindegy, ha megyek megsütöm a malacot. Ti is süssétek meg. Malacot? Faszom a medvét. Legyen kaja. Hozzatok pénzt! Pénzt! Bőven? Bőven. Most óriási autókra fogunk itt szert tenni. Nagyon jó, legalább fogunk tudni mozogni, bazd meg. Na így közel 7 óra 22 perc alatt azért már valamit így elértünk, érted? Autó mindjárt kigyullad a geci, mert semmi baj. Na most megnézem, hogy a havazásból lett-e vízünk. Lett-e vízünk? Annyira nagyon bőven azért nincsen víz. Nekem van 600 forintot. Szóval gazdag, bazd meg. Kő gazdag. De nem lesz a hótó nedves a föld, bazd meg. Egyáltalán nulla víz. A föld is, na ebben mi van? 680 ml, ezt most beszűrtjelendik. Hát ez ilyen. Nem sok minden volt ez. Jó, kirántott hús, gyorsan megcsináljuk itt a hús. 44, bazd meg. Az igen. Hát a sülés. Ja, ennyi alkatrész nem is kér. Tárárám, pám, pám, csibirim, pám, pám. Ja, valahogy vizet kell, ezt a vízpumpát megnézzük majd. És hogyan működik ez? Ezt itt kell raknom, vagy ezt? Hát biztos nem itt. Az meg kéne fa. De ez vizet generál? Hogy ez mi a csöcs? Én ilyet életemben nem használtam még. Eddig volt vizem. Na szóval nem, mi kell a golyóhoz? Most tudok vinni, csinálj nekem golyót. Golyóhoz? Ja, amúgy igen. Amúgy igen, kér. Hát ide jössz a asztalomhoz. És itt van, hogy 5 lőpor és 10 fém darab. Az 4 pisztoly lövedék. Meg lőport is tudsz itt csinálni. De és ebben a sorrendben kell berakni. 10, 10, 10, 10. De persze lehet úgy, hogy 1000, 1000, 1000, 1000, vagy 900, 900, akármennyit. Csak ebben a sorrendben legyen, és akkor azt fogja legyártani. Hogy ott van.
elugrok hozzá. Ja, hogy ő csinál itt. Azt a kurva, hát az easy peasy fogpaszta. Beszarok. Mik vannak? Na, megint csalsz. Dehogy is, nem szoktam olyan. Coha. Hogy kell felvenni ezt az hard? Jövök már, jövök már. Ó, bazd meg. Mi a baj, Dávid? Véletlenül kiléptem a teamből. Bazd meg. Az igen, bazd meg. Én nem tudok golyót csinálni, bazd meg. Miért? Hát meg gondolom, hogy is megtanulva. Az nem baj, csak izét rak bele anyagot. Rak bele anyagot, aztán elkezdem keverni. De mit tegyek bele? Mert nem tudom a lőport így, vagy a golyót. Lőpor, most mi kell neked? Pisztoly lövedék? Igen. Akkor lőpor és utána fémdarab. Jó, akkor először amennyit van. Igen. Nem. A lőpor, vagy nincs lőporod? Hát honnan volna, először lőpor kell csinálni. Na, akkor kell kén, faszén, kén, faszén, ebben a sorrendben. Hát beszarok, geci, és tényleg csinálja a vizet. Hát én leszapom magam. Az a nyámot. Azt a kurva jesszük, nem is láttam, hogy ilyen van. Én. Haszín. Én. Haszín. Evel is elkezdődésem. A lőport én is tudok csinálni, azt gyártok. Azt, ahogy kever Szogi oda rész, kever a Szogi! Tű, a száz, hogy kész lett, mint hogy izé? Megmikróztad volna, érted? Akkor mi kell a izéhez? Hát kérlek szépen 5 lőpor és 10 fém darab. Jó, úgyhogy most legalább üzét rakjál be. 500 fémet. 500-at? Aha, ha mennyit van? 1000. Na, az be akkor, aztán majd. Figyelj, amennyit tud, ő megcsinálja. Nem kell annyi. Tessék itt van. Ezt csináld meg te, mert én ezt nem tudom, hogy csinál. Tessék. Osztam ilyen mixing. De jó Isten. De szerintem most adott nekem izét. Mennyit raktál bele? 500-at? Szerintem 300 fémet adott nekem vissza. Mert? Mert nem elég a puskaporod. Akkor lökjél vissza 300 fémet. Légy olyan nedves. 80 töltény, odafigyeljél, bazd meg. Na kérem szépen, most már van postaládám, lehet rakni belefele a sok küldeményt. Pedig. Ajándékokat. Ez így. Fogadom szeretettel. Bazd meg, ma fél 12 percén. Hát de mondtam, hogy már nem fekszül a Dávid, hát most már hova faszom be, érted? Hát úgyis 3-kor kezd, geci. Hát most mi a fasznak lefeküdni? 3-kor holnap reggel mi a fasznak? Hát MotoGP van. Ja. Vasárnap meg hajnal 2-től, úgyhogy... Most hétfőben meg dolgozni. Azt, hogyha most te lefekszel és te izékot kelsz. Hát mikor 3-kor, az a legnagyobb fasság. Haló? Hát most mondom. Hát de álmos. Álmos vagyok, igyál egy kávé. Hát most megyünk kirándulni, ne basszál fel. Most indult be a buli, most szereztük meg a nagy izét, autót, meg minden érted. Hozzad a pénzt, van itt. És izé van, akció. Akció. Egy gyorsan lerakod. 2500 RP. RP? Azért tudsz valamit itt venni? Állítólag. Csinálunk skillbox van, vagy skill free. Mindenféle ilyen dolog. Nem tudom, hogy ezt... Nekem csak 150 RP-n van, neked hogyan olyan sok? Nekem nincs egy... Bányászás írka, azt mondom, minden lófaszír kapsz RP-n. Ja, én azt hittem, hogy kérdeztem, hogy mi az az RP. Ja, hát ahol lehet vásárolni. Favág, itt van lesz skillek, hogy bányászat, favágás, nyúzás, növénytermesztés, elsősegély, harc, bla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 bl
nincsenek aktív küldetéseid, az hogy lehet fel? Hát ott van, hogy küldetések.
Hát hiába nyomom meg azt, hogy nincsenek a kifizetésük. Nem tudom. Ma mindjárt negyedik szintű vagyok. Hát most még ezzel nem volt annyira időnk foglalkozni, mert még éppen még magunkat próbáljuk összerakni. Annyit izéink már meg. Ja, hogy a outposton lehet küldetéseket fölvenni, Dávidson. Jaj. Outposton. Csapatba vegyétek már vissza, ha már Balfasz mód kiléptem, azt utána lépek. Hogy utána lépsz? Hát menni kell. Nem is szarunk kirándulni? Hát nem megyek, hát már... Veszelek. Most komolyan képes lesz, hogy ilyenkor lefeküdni? Igen. Az a nyámod. Akkor gyere ide izér, pofonér. A nyámod. Már nekünk van itt ilyen megedvés izénk. Kintra van az ajtó. Hoztam ilyen medveszőr. Brandos. Beletörlöm a lábam. Mekkora bucsia van. Várjál, mert itt van nekem itt már 30 kirántott hús megsütve az meg. Nagyon komolyan sülik itt a kirántott hús. Itt a nagy generátor. Az igen. Add nézd milyen sunyi bét, bazd meg. Az igen, ritmusra. A ritmusra! Jó, ezzel fogom védeni itt a izét. Itt a terepet. Ez milyen izé? Ez milyen kapcsoló szekrény ez itt? Ez? 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 Hát ez elosztó. Áram elosztó. Oh, hát ilyeneket még nem tudok. Még csinálnék egy workbench-et, lehet úgy. Hát igen, az amúgy alap, hogy van egy egyes workbench-ed. Annélkül hát, nem is tud csinálni cuccokat. Hát izé, mi a baszom kell hozzá? Az előbb néztem. Most tudtam is róla, hogy itt van. Crap, metafra. Hát meg is tudnám csinálni. Tudnék csinálni, mert van hozzá mindenem. Sírni tudnék. De nem akarok. Sírni tudni. Kell víz valakinek amúgy, mert van akármennyi. Lassan 5 literes hordom tele van. Jó napot kívánok, maga mit csinál itt, bazd meg? Topogtam a buzogányom, ahogy haladjuk. Ja, ha várjál, kell nekem, el kell rakodnom. Azt meg el kell rakodni itt, ember. Nem csak úgy van az, hogy... Már össze-vissza vagyok. Életet viszünk magunkkal. Ilyen szíves kis hálózsákja. Ti vagy a szíves kis hálózsákom. Tök cuki, nem? Amúgy töltény nekem is kéne. Elnézést kívánok, mert nincs semmi töltényem. Oké, te most csináltál magadnak. Ennek nagyon örülök. Csak az a baj, nekem sincs. A faszt, itt van 112. Jaj, meg vagyok, jó. Meg vagyok. Jó, amit lerakunk, ezt nem visszük magunkat. 4000 vasamban. 4000 vasocska. Ide. A scrappet, azt munkkal visszük, azt most ezt nem rakjuk le. Ezt a fogos kereket lerakjuk. Jó. Ide a szemét be. Az itt a fogaskerék. Húrva anyád, ez vissza. Jó, akkor ez ide. Ez nem. Ezt a hűtőkbe kell átrakni a hűtőbe. A inventory management nagyon fontos. Jó, élet. Oké, ezt átrakjuk a hűtibe. Megsütötted a izét? Medvéket? Meg. Amúgy hoztam követ is, szóval a faszomban van. Ó, bassz, meg itt is az anyámat. Ma annyi autóalkatrész van nálam, hogy ma nem kell ilyen alapgeci.
Jó. Mennyire van? Egy nap és 13 óra. Az fasza. Egy nap és 13 óra. Víz kulcs. Itt van víz szögé, ha akarsz szükrütjé. Csirel. De ebből nem lehet. Lehet? Úgyhogy lehet. Lehet, lehet. Már hallom, hogy kortyugatod. Mennek a nagy nyelések. Ez a semmiből csinál vizet? Igen. A levegőből. Áromból. Persze, főtöltött, van nálunk 5 liter víz, hogyha megszomjaznak. Na, szeregjünk fel. Jó, csak le akarom rakni összes szaromat, fillanat. Akkor rakjál lefele sok szaromat. Benzint hoztál? Nem. Na. De azért már megyünk. Na, akkor majd beszélgetünk napokban. Ugye én itt leszek Rasba, úgyhogy itt találkozunk. Kíváncsi leszek reggel 10 órakor, leszel? Hát valószínűleg aludni fogok. Ugye? Hát figyelj, hogyha ilyen reggel 6-kor megyek aludni, akkor nem tudom, hogy mikor fog, meddig fogok aludni. Értem. Asztal kell, Szagi? Hol asztalom? Jó duroktatás. Cső. A viszont hallásra. Jó ét. Ez mi a faszom volt, geci? Valaki jött egy tankkal. Micsoda? Ja, hát a konvoj most ment el mellettünk, azt lőtt rá. Úristen. Na, hozzunk benyát, aztán mehetünk. Benzin? Benzin, hát most 42 van. Benne. De én előbb hoztam, de hova a faszomba raktam? Hogy a faszát rakja bele? De itt van, 162, jó. Oksi, meg vagyok. Mehetünk. 204. Hoztál akkor benzin? Aha. Na irány! Ez nem ment fel a izé? Autónak a élete? 9... Kevesebb volt, mint 99, nem? Ha mit ő ment volna fel? Nem tudom. Megnézem, hogy nincs valami véletlenül jobb az jobb cucc. Hoztál 69 forintot? Az volt az összes vagyom. Az összes. Aha, ez jobb volt. Egy fokkal. Igen, kalapáccsa. Hogy jól talált kalapáccsuk felütni a kocsit? Oké. Okay. Easy peasy. Köszi a tippet. Köszi. Hol mész? Hát anyagért.
Zanyagér! 100 millió forintba kerül be az, hogy én most itt bekalapásra van. Na igen. No. Addig ebbi még... nem is füstöl. Hát... Nem akarom megmondani, mennyibe került ez. Ilyen nagy éhint tűző helyzetekben jöttem. És nem világít a izéje. Megkalapácsoltuk. Köszi, köszi, ez most egy jó tipp volt, Timus, mert én azt hittem, hogy ez emelőke. De akkor az csak az, ahhoz csak az azért kell emelő, hogy én magamtól rakhassak be modulokat, amilyet akarok? Akkor nem is kell nekünk ez most, faszra. De amúgy jó az, ha van. Az a Workbench 2 van még hozzá, az nem is... Köszi, köszi. Nagyon jó autó, basszagi, azt mondod? Oho. Megy mint a gép. Úgy, mint az íz. Na go. Az igen, hogy világítva az. Benzintartályban mindig szar. Na jobbra. Várjál, hogy mondj? Hát ugye a faszom melyik van. Na, minden menjünk többre. Ha valaki elkezd lőni, csak menjen, ezért meg ne állja. Ja, hogyha azon tartom, akkor nem romlik. Ja, értem. Jó, hát megvesszük a faszomba. 125 forint. Meg veszünk bele egy jobb motort, nem? Szogi. Hát, ezt csak zúgassuk, amúgy nem állunk meg kilukolni a szarokat? Vagy visszafelé. Igen, ezt fogja mondani. Hello, 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 hát nem látunk, érted, de reflektorokat meg kell kapcsolni. Kapcsolni. Aztán meg, ugye, azon a szaron le tudjuk lokkolni autót, hogy csak mi üljünk bele. Micsoda? Hát autóba. Szóval izét rakunk rá egy lokkot ugyanúgy, és akkor csak mi fogunk beleülni, tudod? Szóval nem tudják ellopni autót úgy van. Hát. Most hova? Most kérlek szépen... Csak menj a főúton! Csak a főúton! Nagyon sokáig. Egészen el kell mennünk a... Oxum benzinkútig a kikötőig. És ezt ad a fel a banditákhoz. Úgyhogy ez most egy ilyen autós... Autós rész ez. Azért úgy búg ez az autó, geci, hogy nem alak semmi. Zúgatom, most zúgatom. Melyik az, baszva? Nincs olyan külön, hogy autóhangerő. Na mindegy. Az igen. Váccsá! Dik a bicikli. Dávid bicikli is megvan. Itt a másik autó. Hoztál benzint? Nem. Ja? Ezért mondtam, hogy álljunk meg, mert körülbelül 15 benzines kupa mellett csak. De jó van. Ajajajaj, ja, ez valakinek a háza, jó, semmi. Semmi. Egy csámcsóksz. Vettem egy kis izét.
bundáskodjak. Úris! Hello! Semmi, egy emberke volt ez. Ne lőjjé! Mennyi? Amúgy azt lelőtték a... ezék. NPC? Igen. Önne pöcé! Go. Aztán a legközelebb már mehetünk Eventekre. Ma lesznek fegyverek, meg minden faszom. Mi van itt? Nem. Hát igen, nincsen lámpánk a fegyveren, így nehéz a történet. Szerintem menjünk először oda a banditákhoz, addigra kivilágosodik úgyis. Így fasz, meg orra nem látok. Én látok. Szogi, ez lát. A cogi! Pipipipirip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 
Mi kapcsolhat le a kocsin a villany? Hát nem hívok a sofőr. Én úgy hagytam. Hogyha kiszállsz, akkor nem kapcsolódik le? Az a helyzet, hogy kell hoznom rubot. Még van benne egy korti. Ez korti. Hát ez egy ilyen jó erős korti. Ezt azért megküldöm rendesen most. Na és hogy tetszik eddig a rász, meséljé? Hát ha nem tetszene, nem volnák itt még egyébként. Igaz, hogy elég ilyen viszontagságosan kezdtük a dolgot. Ugye egy kávét szokik. De, éjfélk volt, hogy jó. Hát most ez nem időfüggő, érted? Itt a benzin. Világítsál már. Valaki. NPC van? Vagy mit hallottál? Valamit hallottál? Valaki lő. Én lőttem eddig. Azzal basztam szét az utcát. Jaj, hogy te mondjál. Scraps. Milyen kéró van itt? Hát csak egy fal. Jó, látom. Jó, hogy még ott van? Anyag. Anyagsz. Hoppa, szok beállítani. Nem látok semmi. Fém hulladék, fém penge. Téli sapka. Nem látom. Arja, nézzem, mennyi benye van. Geci, nem látok, fasz. Van még abba bőve. Menjünk. Na, mindjárt ott vagyunk. Csak egyenesen a főútot. Ha egyikünk benne marad, akkor úgy marad a lámpa. Ha mindenből veszünk egyet, egy erősebbet. Az mennyi ez? Ez 105, 145. Az 210, 250 forint. Meg a 150. Az 400 forint így össze-vissza.
Ez már nem olcsó. Pá-pá-pára. De itt is vannak scrapek. Na még aki itt van, annak Egi. Szevasztok. Hello, hello. Erről szőnyeg. Köszi, köszi, köszi. Az nagyon jó a például szőnyeg. Még holnap is rusztozni kéne, amúgy aztán vasárnap meg mehet a horrorsz. És mikor a horrorsz véget ér utána rusztozni? Mit csinálni? És mikor a horrorsz véget ér utána rusztozni? Ah, utána mehetünk rá, azt hiszem, persze. Ez most egy ilyen, ilyen hét lesz. Köszi, köszi. Mi a Ferix-e, mesélj valamit. Nagyon csömbben vagy Ferix-e. Mindenki csömbben van. Látom, mindenki alszik. Egész nap csömbben vannak. Nézd meg, nem láttak majdnem egy hétig és... Semmi. Semmi. De ezeknél Survivoreknél mindenki bealszik. Igen. Már nem? Te hol a faszom vagy? Én kilútoltam mindent. Ja. Jó, ugye Helldrivers. Aha, az nagyon jó, Helldrivers. És azért mondtam neked, hogyha vala egyik űrge benne ül a... szekérbe, uh-huh. Akkor addig nem kapcsol le a lámpa, míg benne ülsz. Találtam egy konzervet, négy magot. Még ennyi idő után nem mondtad meg még a Helldrivers Felix-e. Mindig. Már rég volt, hogy volt. Az a lényeg. Mert bebőr szőnyeget találtam. Autóalkatrészt. Mehetünk? Mehetünk. Én itt készen vagyok, cigizgetek, érted? Mindent. Mi a Szogi, most tudod, mire gondoltam? Na mire? Arra gondoltam. Hogyha én most kiverem neked, és te kivered nekem, az miért nem buzulás? Ha balbú csináljuk, akkor nem. Igen, igen. Mit szólsz oda? Nem látsz én. Ő nem mehet. Olyan, mint hogy egy busszal mennék, érted? Minden egyes állomásra meg kell állni. Jegyeket, bérleteket, szevasztok! És rusztozni nem akarsz, Felix-e? Most olcsó a játék, 24 euró csak, 40 euró helyett úgy, most óriási akciók vannak! Itt a idő. Főszippantani a Steamen. Ezekben nincs semmi, Szogi. Tudom. Az igen, akkor beindultunk. Eltaláltam? Szörnyű. Mit vettem, hogy szalma kalapot? Ja. Tük a nagy kemencéket megtaláltam, akik ők van nálót. Itt egy vagonra való tök. Az jöhet. Akkor összeszedem, őrizd meg a izét. Hát itt vagyunk a folyónál. Ezt, hogyha most így elindulunk főfele, akkor itt akármennyi tökre van. Folyónál nőnek a tökök. A kukoricát. Ne vagy, gyere. Basszunk rá most. Még van izé, kirátott bundás kegyére. 42 van nálamik. Nem izgat ilyen játék? Szörnyű. Pillanat. Ja, be vagy ülve, nem tudok benszintet. Nézd meg. Mennyi van benne? 150. Ó, egyszerűen, ezzel elérünk még ide Afrikáig is. Ja, nem raktad bele elézést. Mehetünk. Pá-pá-pára! Ott a nagy kincses lábára, rá, meg kettő is van. Már itt vagyunk. De szállj ki! És holja kiszálltál? Mind a szar. Haladjunk már. Tudom, de ez muszáj. Össze kell szedni majd azt a annyi scrapet ezután.
Tudjunk egy vörbön is kettőt rakni. Hogy a kurva sokat kell útolni amúgy. Ezért látod, ezért ugrottam ki. Pereppepe. Csibiripip. Az a baj, hogy megittem összes rumot. Most mi lesz velem? Most már csak tej van. Hát szar. Hát a szar ügy. De hol a faszod vagy? Ja, na elhagytalak. Találtam még egy asztalt, de. Mátunk? Mit kell dudálni? Hol lehetett, nem? Jó, most már érünk el a bandina táborig? Ha nem lesz semmi olyan, ami megtettük, akkor valószínűleg átfogunk. Mennyi NPC van ott, geci. Várjál! Na, itt letérünk. Itt látta. Hát erre megyünk be a bandita táborba. Itt nem szabad úgy bemenni ide, hogy előtte ölünk meg ilyenek, mert akkor megbasztak minket. Igen. Azt elvitte, úgy van a helyzet. Össze kell szedni minden szemetet, de minden szemetet, és azt a leked alá legeci be, abból nagyon sok szemet van. De tényleg minden hulladékot, ami légítetik. És újra hasznosítani, és akkor abban nagyon sok szemet van. Meg amúgy van léggömbtől kezdve minden anyám fasza is van itt. Itt lehet játszani. Blackjack meg ilyenek vannak itt minden. Rád lőnek. Mi a fasz történik itt? Nem lehet náluk fegyver? Mi a fasz? Nem. Én nem tudom, hogy ezek kire lőnek amúgy. De... a HP-m nem megy lefele. Na mindegy, gyerek. Lőle, amit a bolond, de nem megy lefele. Szevasz, 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 szevasz. Hol az, hogy miért lőnek a bud? De miért kezdtek el lőni ránk a bud? Meg ez a csöves mérlő, hát nem biztos meg. Ez most egy event? Ez lehet, hogy egy event amúgy. Mert ez itt, hávára a többiek nem lőnek. És milyen event, hogy próbálj még nem visszalőni? Az egy event, aha. Hát nem itt kéne megölni ezt a fiatal embert. De mikor kimentem, hogy... Na, biztos regozónál voltam már. De jó, hogy ez meg ez. És meddig fog tartani ez a szar? Hello, 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 hello. Belecsöppentünk pont egy eventbe, amikor nagy izé, egy fiatal ember is. Jó napot kívánok, kezdi csókolap. Kezdi csókolapsz. Gyere ide, hol